Köszöntöm a kedves nézőket mai Műhely című kulturális magazin műsorunkban. Talán kevesen gondoltak bele, és szinte hihetetlen is, hogy az idén már 10 esztendeje annak, hogy a szombathelyi közgyűlés az Iseum Savarienze régészeti műhely és tárház létrehozásáról döntött. A jubileum alkalmából az intézmény konferenciát szervez ősszel, ahol minden bizonnyal szó esik majd arról is, hogy mi lett az ízi szentély sorsa a 4. század után, azokban az évszázadokban, amelyekről bizony elég keveset tudunk. Aztán a mai műsorban megtudhatják többek között azt is, hogy a Bercsényi utcai zsidó temető milyen emlékeket rejt, hiszen egy sétára invitáljuk önöket abból az alkalomból, hogy az idén júliusban és augusztusban 3 alkalommal is vezetett sétán vehettek részt a szombathelyi érdeklődők. A hétvégén egy nyári vidám koncertre készül a Capella Savaria a Bartók teremben, ennek részleteiről beszél majd nekünk az együttes művészeti vezetője, illetve megismerhetik a műsorban a Savaria Szimfonikus Zenekar 2 művészét, azt a 2 művészt, akik az idén az együttes, a zenekar év művészei lettek. Ez tehát a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Most tehát az első témánk az ókori ízi szentély későbbi sorsa, ókor utáni, Árpád-kor, illetve középkori, sőt újkori sorsa. A beszélgető partnerem pedig Sosztarics Otto régész, az Iseum Savarienze intézmény vezetője. Szeretettel köszöntelek. Úgy is fogalmazhatnék, hogy az ízi szentély történetének az utóélete, mármint a lebontása utáni története, az ugye nem 1955-ben kezdődik, amikor a Íziszre utaló márványfaragványokat megtalálják ott a mai Rákóczi utcában. Mi történt a 4. században ezekkel az épületmaradványokkal? Egyáltalán biztos, hogy lebontották az épületet? Egészen biztosan lebontották. Ez számunkra egy komoly régészeti kihívást jelentett, hiszen nem egy összedőlt, hanem egy lebontott és alkatrészeitől megfosztott, széthordott templomot kellett régészetileg kutatnunk. Arról van szó ugyanis, hogy ez a pogány szentély gyakorlatilag fölöslegessé vált, ellenben elképesztő mennyiségű és minőségű építőanyag volt benne felhalmozva, és ezt az akkor éppen intézményi vagy organizációs bumot érő Savaria, hiszen ekkor válik ugye igazgatási központtá, ezekben az építkezésekhez használják fel, többek között a helytartói palota, minden bizonyal a helytartói palota építéséhez, és egészen biztosan a mai képtár alatt lévő hatalmas gabonaraktár építkezéséhez. Tehát ezeket a szobrokat, domborműveket, faragványokat, épületelemeket ugye leemelik, leszedik, felaprítják, ha esetleg szükséges volt, és más római épületekbe építették be. Ez arra enged következtetni, hogy aztán a későbbi századok folyamán ezek a kövek azért elő-elő kerültek, tehát bizonyára már korábban is találtak meg belőlük egyes darabokat. Így bizony, igen, tehát ezek ahogy az évszázadok múltak, és építkezéseket követtek, ezeket újra és újra előszedték, felhasználták, és hát az első komoly és ismert ízisz dombormű valójában így kerül a középkori várfalába a befalazásra. Pontos időpontját nem tudjuk, hogy mikor. Most kérdés persze, hogy akik ezzel találkoztak egyáltalán, ezekkel a maradványokkal találkoztak, vajon tudták-e, hogy honnan is származnak ezek a kövek, mondjuk jó pár évszázaddal később? Hát nem. Nem, ugye aki az első, aki érdemben leírást ad erről az egészről, az Clusius, németalföldi természettudós, aki 1585 áprilisában jár Savariába, és leírja, hogy a vár külső kapujában, kapuépítményében van ez a 3 alakos dombormű, amit ma a Iseum kiállításában láthatunk. Nem tudja, de felismerte, hogy isten alakokról van szó, de nem tudja azonosítani ezeket a darabokat. Aztán telik múlik az idő, Bél Mátyás jár itt a 18. század első harmadában, ő még kevesebbet sejt ezekről az egészről, és talán a képeket sem tudja értelmezni. Egy nagyon kedves kis megmosolyogtató skiccet készít erről a 3 alakos domborműről.
anélkül, hogy egyáltalán a jelenetet, vagy a benne szereplőket, meg a kellékeket felismerni. És akkor van egy hatalmas ugrás a dolgok is megismerésében. 1791-ben elkészül Szombathely város története Szili püspök megbízásából, és ezt Schönwiesner István, a Pesti Egyetem régész professzora írja meg. Na, ő egy hihetetlen felkészültségű, nagyon-nagyon-nagyon komoly tudós ember. Nagy szerencséje van a városnak, hogy éppen ő kapta ezt a feladatot. Hát igen, tehát őt nem véletlen választjám ki, de ez egy hosszú történet, ebben nem bonyolódjunk bele. Tehát Szili ismeri az ő munkásságát, felkéri, és ebben a munkában leírja, lerajzolja, a bécsi részmetszők lerajzolják ezt a domborművet, és ő pedig halálpontosan leírja, hogy Íziszt, Oziriszt, és középütt pedig Anubiszt ábrázolja ez a dombormű, sőt, azt is tudja, hogy élet-halál ellentét párjaként, tehát orvos-gyógyító funkciójukban ábrázolja ugye Íziszt és Oziriszt, vagy Szarapisz házaspárt, és mindegy ellenpontjaként a halál, az elmúlás jelképező Anubisz így kerül fel a domborműre. De ő egyébként tesz arra vonatkozóan bármiféle megállapítást, hogy milyen épületnek lehetett nem, ez a része? Nem, magát a domborművet, a szobrot, az ábrázolást elemzi, mind ahogy egyébként az akkor ismert összes és Szili által összegyűjtetett darabot leírja, és amennyire lehet próbálja értelmezni, de igazándiból arra nézvést, hogy ez milyen épületben állhatott, nem olvashatunk ebben a műben. Tehát akkor még nem állt össze a kép. Nem. Mikor nem lesz ebből, a mozaikokból egy teljes hát, kép? Még hosszú ideig kell várni. A 18. században volt egy majdnem sikerült, de kapufa lett belőle, nem lett gól. Lipvirmos, egy másik nagyon fontos és tudós tanár, itt a Premontrei gimnáziumból, aki először ás az Izom területén. Pontosabban ásni nem tudott, mert leírja, hogy ő már régóta vár arra, hogy itt ő áshasson. De tudatosan ott? Nem, ő nem tudta, hogy az Ízeum itt van, tehát tévedés ne essék, hanem a lelőhelyet tudta, vagy hát, hogy itt van valami, és leírja azt, hogy sajnos vár, de nincs lehetősége, és csak az épület alapok, tehát amikor a mai Évamalomnak nevezett épület, aminek ugye holnap lesz éppen egy nagyon jelentős története, hogy a homlokzatát ugye újra gondolják. Na, tehát ennek az általunk, vagy az utókor által Évamalomnak nevezett, sose volt malom, gabonaraktár volt, és a társult épületeket építik, akkor ő az alapokban rás, látja az Ízeum előcsarnokának kapuépítményének a két sarokkövét, de nem tudja. Nem de arra ráépítenek, tehát azt nem emelik ki. Ráépítik, nem, az ott marad. Ráépítenek, és hát hosszú. És továbbra sem tudjuk, hogy minek a maradványa. Továbbra sem tudjuk, hogy miről van szó. És hát kifejti meg a rejtélyt. A rejtély megfejtője Vesecki Vilmos egyiptológus professzor, megint egy ilyen látnoki erővel megáldott jó ember. Ő a Pesti Egyetemnek volt, tehát a Szépművészeti Múzeumban dolgozott, illetve a Pesti Egyetemnek volt egyiptológus tanára, és ő számba veszi a Szaváriából akkor ismert íziákus emlékeket. Ezt a domborművet, ezt a mindenki által már régóta ragozott domborművet, két feliratos oltárkövet és apró tárgyakat, a íbisz ábrázolású bronzmécsest, egy kis Oziris szobrocskát, a Bastet macskát ábrázoló kis bronzszobrot, és ezek alapján ő arra a következtetésre jut, hogy ezek máshonnan, mint egy
ISIS szentéből nem igen származhatnak, és erről ő 1954-ben itt Szombathelyen a Régészet és Művészettörténeti Társulatnak a vándorgyűlésén tart előadást, majd egy háromnegyed évvel később pedig Budapesten az Ókortudományi Társaságban. És döbbenet, hogy egy év nem telik, vagy alig egy év telik el, és bizony az építkezéskor neki szaladnak a Tömbi domborműre, és akkor van már az a történet, amit már viszonylag jól ismerünk, tévé is forgatott e tekintetben dolgokat, egy szerencsés véletlen folytán egy Pálinkás György nevű fiatalember, aki dolgozik az építkezésen, szól a főmérnöknek, a főmérnök szól Géfin Gyula, már akkor már ugye azt hiszem a szeminárium nem működik, pápai prelátusnak, tehát ő akkor már nem rektor, ő pedig szól Kis Gyula bácsinak, sokak által ismert, nekem is tanárom volt, aki akkor a megye kulturális iroda, hát nem tudom, hogy hívtak, osztályának volt a vezetője. Ő ír a Magyar Nemzeti Múzeumnak, és a Nemzeti Múzeum rendeli ki aztán Szentléki Tihamért, aki akkor néhány hete volt kinevezett veszprémi igazgató. Szombathelyen ugyanis nem volt régész. Nem római koros nem volt, semmilyen régész. Azóta ez a hagyomány, úgymond megszakadt szerencsére. Tehát eljutottunk 1955-ig, de most nincs is időnk többre. Egy utolsó gondolatra viszont kíváncsi lennék. Olyan szempontból is egyedi talán az ízomnak a története, hogy végül is egy rekonstrukció készült később. Miközben Magyarországon azért jellemzően, bár ma már egyre kevésbé megjegyzem talán, ugyanúgy, ahogy Európában már nem bokáig érő romok között járunk, hanem sok esetben törekednek arra, hogy egy épületnek a méreteit érzékelni tudjuk, hogy azt nagyjából el tudjuk helyezni, hogy pontosan mekkora lehetett, és itt is valami hasonló történik. Tehát ebben is élen jár tulajdonképpen. Hogyne. Hogyne. Az ízom. Hiszen Vákár Tibor, illetve később Hajnóci Gyula tervei azok, amelyek a homlokzatot akkor, tehát az idősebbek, vagy a régebbi képeket nézegetők ugye láthatták. Tehát ez egy homlokzat volt. Igaz, nem volt mélysége, de legalább a homlokzat méreteit lehetett érzékeltetni. Tehát ez volt Magyarországon az első olyan római építmény, ami tényleg így, hogy nem a bokáig érő romok, tehát volt egy magassága, tehát bejött a harmadik dimenzió. És mint ilyen egyébként a sokáig ugye a műemlék helyretes bibliájaként kezelt velencei karta is hivatkozik rá, de ami még szakmailag számunkra ennél is fontosabb, Vesecki Vilmos, ez a tényleg világra szóló jóslata odáig azt eredményezte, hogy az akkor induló EPRO sorozat, amely az ókori keleti kultuszemlékeket veszi sorba, ma már nagyjából a 400. kötetnél tart, ennek az első kötetét Vesecki Vilmos írhatta meg az ízeumról és a magyarországi, vagy a panóniai ízis emlékekről. Hát reméljük, lesznek még hasonló publikációk az ízommal kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk, és utaltál a holnapi eseményre, akkor ebben újra megerősítjük a kedves nézőket, hogy holnap érdemes lesz az ízom előtti térre elmenni, mert hogy ott az Éva Malom tégláit lehet majd kézjeggyel, vagy bármilyen díszítéssel ellátni. Köszönöm szépen, hogy erre is felhívtad a figyelmet. Kedves nézőink, most pedig a szombathelyi Bercsényi utcai zsidó temetőbe kalauzoljuk Önöket, ahol három alkalommal is vezetett sétán vehettek részt a szombathelyi érdeklődők. Egyebek mellett megtudhatták azt is, hogy miért éppen ott létesült a zsidó temető, és hogy mit jelentenek azok a szimbólumok, amelyek gyakran előfordulnak a síremlékeken. Csaknem 200 éve temetkeznek a Szombathelyen vagy környékén élő zsidók a Bercsényi utcai temetőbe. A Berzsenyi Könyvtár helytörténeti klubja és a Szépítő Egyesület jóvoltából vezetett sétákon ismerhetik meg az egyébként zárt sírkertet az érdeklődők. Idén már az első alkalommal is nagy volt az érdeklődés. Van, aki először járt itt, és olyan is, aki gyermekkorában gyakran megfordult a temetőben. Minden évben 2-3-szor eljöttünk ebbe a temetőbe, és a zsidó rokonságunk sírjait rendbe tettük. Nem úgy, mint a katolikus temetők, persze nem úgy felvirágoztatásra minden, de gerebjéztek, söpörtek, és ez gyerekkorunk óta megvolt, aztán utána évtizedekig nem jártam itt. Tulajdonképpen mondhatom azt, hogy el is felejtettem,
de aztán, hogy az ember tudatosul, megkeresi a gyökereit, minden akkor azért előjött, hogy mi minden értéket jelentett nekünk, ez a családunknak ez a kettősség, hogy keresztény, zsidó családtagok vannak, és hát nem az, hogy békességben, hanem nagyon nagy szeretetben voltak mindig. Amint egy 2000 síremlék között Mayer László kalauzolta a látogatókat, akiknek elmondta, miért éppen itt alakította ki temetőjét a helyi zsidó közösség. A zsidó temetőnek annak mindig az adott településen lakott helytől vagy a gettótól számított 60 könyök távolságra kellett legalább lennie, és ha ma valaki ide kijön a szombathelyi zsidó temetőbe, akkor csodálkozva látja, hogy ugye teljesen körbevette egyrészt az egyik oldalon egy lakótelep, a másikon családi házas övezet, tehát elgondolkodik azon, hogy akkor ez a talmudi parancsolat hogyan érvényesülhet. Na most természetesen, amikor ez a temető 1820-as évek közepétől Bernstein Béla feltételezi, hogy akkor már itt történt temetés, akkor ez a terület ugye nem is Szombathelyhez tartozott, hanem Szent Márton községhez. A másik oldalán pedig az a szőkeföldi terület feküdt, amelynek a tulajdonosa a Batthyányiak voltak, akik lehetővé tették, hogy a Szombathelyen ugye csak korlátozott számban egy vagy három főt határozott meg Szombathely, hogy annyi zsidó letelepülését engedte, ezért a környező falvakban és azokon a helyeken, ahol a földesúri védelem lehetővé tette, ott került sor az első zsidó közösségek létrejöttéhez. Az első zsidó temetés feltehetően 1827-ben történt, valamivel később 1836-ban a talmudi parancsnak megfelelően kőkerítéssel vették körbe, amint egy 304 szögöles területet. Körülbelül fél évszázad múlva már itt is látható jele volt a közösség kettéválásának, az ortodoxok és a neológok a sírkert két külön részében kaptak helyet. Nagyon jól elkülöníthetőek azok az időszakok, amikor a korai időszakban homokkőből viszonylag egyszerű, lekerekített sírkövek készültek, ezeken általában csak héber felirat díszíti a sírkövet. Az is nagyon jól látszik, amikor a helyi zsidóság gazdasági értelemben is kikövetelte magának a rangot, akkor ez a fajta régebbi, egyszerű sírkövek kezdenek egyre nemesebb anyagból, márványból, gránitból készülni, és egyre inkább kezdenek hasonlítani a keresztény vagy katolikus temetőben látott sírkövekhez. Mayer László felhívta a figyelmet a héber, gótbetűs és magyar feliratokra, valamint a sajátos zsidó szimbólumokra, amelyek keresztény temetőkben nem fordulnak elő. Amikor például az áldást osztó két kezet lehet látni egy olyan formában, hogy ez a két ujj egymás mellé van zárva, nem is tudom megmutatni, az a személy a kohaniták leszármazója, tehát Áron főpapnak a leszármazói, aki a jeruzsálemi szentély papi tisztségeit látták el. Van egy másik sírkő, amin viszont vagy az látszik, hogy egy korsó tál, az pedig pontosan a levitáké, tehát akik a kiszolgálták a kézmosás szertartásánál ott voltak. Van, ahol korona látható. Ez nem a Tóra korona, ez nem a királyi koronáról van szó, hanem az a személy általában rabbi vagy nagy tudású személy lehetett. Van, amikor kés, tehát az az eszköz, amivel a mohél végezte az a körülmetérés szertartását, tehát ezek utalnak a foglalkozásra, némely esetben a család nevére megjelenik egy olyan állat esetleg a sírkövön, ami az adott személynek a nevére utal. A másik, ami még többször előfordul, amikor az adott személy a jótékonyságáról volt ismert, nagyon sokat adakozott, akkor például egy persej jelenik meg a sírköven. A látogatók felkeresték a város történetében egykor meghatározó szerepet játszott személyek nyughelyét, az első világháború és a holokauszt áldozatainak emlékművét.
A temető a zsidóság és a város elmúlt 200 éves történetének is szerves része, ezért is fontos a mai közösség számára. Nagyon sokan megkérdezik, ugye, hogy miért követ teszünk a sírra, miért nem virágot. Ugye a kiindulási helyről, Közel-Keletről számolva, ahol a sivatagba kellett temetkezni, nyilván meg kellett akadályozni azt, hogy ezek a sírok sérüljenek, köveket tettek a sír, ez az egyik magyarázata. A másik magyarázata, amiért bár most már azért az asszimilációs törekvésekkel megjelent a koszorú és az élővirág is a temetőbe, de eredetileg az élet minden tisztelete tiltotta azt, hogy ide élő virágot hozzanak. Ez a mi temetkezési helyünk nem köztemető, tehát ez egy vallási temető, és azért fontos nekünk, mert aki tartja a vallását, az nem temetkezhet máshova. A régi sírok közül keveset látogatnak az utódok, de a hitközség gondját viseli a temetőnek. A területet a közelmúltban megtisztították a vadszőlőtől és a repkénytől, amely már a régi köveket is veszélyeztette. Néhol régi ledőlt sírkövek is előkerültek a növényzet alól. A temető gondozásában az elmúlt 2 évben a hitközség tagjai mellett a Zrínyi iskola diákjai és a Szépítő Egyesület tagjai is részt vettek. Sikerült több régi síremléket felújítatni, amiben pályázati források segítették a közösséget. A Szépítő Egyesülettel indult egy közös projekt, ahol a Bárdos Alice sír felújításában segítettek bennünket egy pályázattal, illetve most az 1800-as évek végéről származó rabi sírok felújítására adtunk be egy közös pályázatot, bízva abba, hogy ez is sikerrel jár, hiszen azok nagyon máladoznak már azok a kövek, de műemlékértékűek, hiszen annyira régi, szépséges kövekről van szó. Mostantól tehát rendezett, tiszta környezet várja a látogatókat a Bercsényi utcai zsidó temetőben. Vannak visszatérő vendégeink, van olyan, aki mind a 3 időpontra most is beregisztrált. Hiába, hogy a Mayer László mindig a kalauz, de ugye ő teljesen spontán beszélt, tehát mindig más információk hangzanak el. Illetve vannak olyanok, akik beajánlják barátoknak, ismerősöknek, családtagoknak, hogy ők már megnézték és jöjjenek el ők is, mert hogy nagyon érdekes és tartalmas a program. A júliusra és augusztusra meghirdetett időpontok nagyon gyorsan beteltek, de igény esetén a Könyvtár Helytörténeti Klubja és a Szépítő Egyesület később is szervez hasonló sétákat a zsidó hitközséggel közösen. Vidám nyári estére invitálja a zeneszerető közönséget a Kapella Szavária augusztus 9-én vasárnap este 7 órakor a Bartók teremben lépnek színpadra. A koncertről és a Kapella Szavária együttes nyári programjairól beszélgetünk itt a következő percekben Kalló Zsolttal, az együttes művészeti vezetőjével szeretettel köszöntöm. Mozgalmas volt-e a nyár? Kérdezem annak tudatában, hogy nyilvánvalóan a járvány rányomta a bélyegét az elmúlt hónapokra. Igen, most itt a vége fele már igazán mozgalmas volt, hiszen alig több, mint másfél hete itt Szombathelyen szabadtéren játszottunk először a járvány óta. A teraszkoncertre gondolok? A teraszkoncertre gondolok, az nekünk ugye szabadtér, ami hát sok veszélyt hordoz magában, és ugye a vihar szele kísértett minket, de hál' Istennek megúsztuk. Aztán utána rögtön másnap indultunk Franciaországba egy 1100 kilométeres útra, ahol egy koncertünk volt. Majd amikor megérkeztünk, én rögtön utaztam tovább Tokajba, ahol egy nyári kurzuson vettem részt. Tehát volt program. Az első koncertünk egyébként július elején volt Vácott, ahol a régi zenei napok keretében Werner egy oratóriumiát adtuk elő, és hát ez is egy nagyon szép koncert volt. A régi zene mindenhol ugyanazt jelenti? Ugye a régi zenének hívjuk azokat a zenéket, amelyek nem kortárs zenék. Tehát tulajdonképpen most már, de igazából ez a specializálódás az azt jelenti, hogy mi arra törekszünk, hogy korhű hangszereken, lehetőleg olyan hangzásban adjuk elő a darabokat, ahogy azt a zeneszerző elképzelte. De ez így hát, van Franciaországban is, ahol felléptek így van, például, így van, tehát ez egy, ez más egy zenekarok is. Igen, ez egy rangos régi zene fesztivál volt. Itt többnyire elvárás az, hogy olyan hangszereken vagy hangszerkópiákon játszanak, amely annak a kornak a szükséglete volt. És itt jegyezném meg, hogy
Erre a koncertre azért nem számítottunk, mert hogy egy későbbi koncertünk, ami most ezen a hétvégén lenne, Bolzánóban, egy nagyon híres fesztiválon, az elmaradt, és az majd jövőre lesz. Ezért én azt gondoltam, hogy hát ezt a franciát is biztosan le fogják mondani, de hál' Istennek ez megvalósult. Hát sok pótolni való van akkor ezek szerint, de most a következő hétvégén, tehát mármint ezen a hétvégén, vasárnap, nem tudom, hogy elmaradt koncertpótlása történik-e, vagy egy egészen új szervezésű esemény lesz, de minden esetre úgy szerepel a meghívóban, hogy Vidám nyári este Haydn-nal. Olyan műveket sikerült választani, amelyekben kifejezetten a vidámság vagy a humor lesz a meghatározó? Haydn esetében ezt mindig elmondhatjuk, hiszen kevés idézet van tőle, más zeneszerzőktől sokkal több. Ő azt mondta, hogy az én zenémet megérti az egész világ. Ő arra törekedett, hogy az ő zenéje rendkívül világos legyen, tiszta, egyszerű, és közben hát nagyon hatásos. Nagyon szerette a humort, a zenéje tele van humorral. Úgy gondoltam, hogy március elején egy Haydn koncertünk volt, ahol ugyancsak egy szimfónia, egy hegedű verseny és egy szimfónia volt, hogy indítsuk úgy ezt az évet a koncertteremben, hogy mintha semmi nem történt volna, és ugyan más darabokkal, de ebben a koncepcióban. Tehát itt is most egy rövid szimfónia, ráadásul a reggel szimfóniát fogjuk este játszani. Ezzel kezdünk. Úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen nyitány, hogy na most akkor elindítjuk az igazi évadot, és aztán egy nagyon közismert hegedű versenye lesz előadva, majd a 24-es szimfóniája is terítékre kerül. Ezek kifejezetten erre az alkalomra választott művek, vagy ezzel már korábban találkozott a zenekar? Ebben a formában ezt a három darabot nem hiszem, hogy előadtuk. Ezt úgy egyszer csak úgy gondoltam, hogy mi lenne, ha. Hiszen ilyenkor nyáron azért azt gondolom, hogy a közönség picit elszokott a koncertezéstől, koncerthallgatástól, főleg koncerttermekben, ezért ez tényleg egy szűk, egyórás koncert lesz, ami rendkívül vidámos, jó hangulatot fog árasztani, remélhetőleg. Most a Haydnról tudjuk, hogy rengeteg szimfóniát írt, most a vasárnapi estén ebből kettő szólal meg. Említette, hogy mindegyik vidám, és hogy a humor az fontos szerepet játszik benne, de választhattak volna akkor ilyen alapon bármi mást is. Igen, hát 104 szimfóniája van, de valójában az, hogy mindegyik vidám, azt azért nem mondanám, csak hogy a vidámság és a humor azért szinte mindig megtalálható nála, és a lassú tételei azok mindig csodálatosak. Ezek a szimfóniák azért érdekesek, mert ezek Esterházán íródtak, tehát itt a közvetlen környékünkön, ugye a Fertődi kastélyban, ami talán ezen a néven jobban ismeri mindenki, tehát ennek magyar vonzata is van, és hát a hegedű verseny is ott íródott, ugyan nem Haydn adta elő, hanem a koncertmestere Tomassini, egy olasz virtuóz koncertmestere volt. A beharangozóból az is kiderül, hogy a szólót is ön fogja játszani majd, gondolom, a középső darabban. Igen, mivel hegedűművész vagyok, és szeretek hegedülni, ezért amíg tudok, addig próbálkozom. Nyilvánvaló, amikor már nem mozognak az ujjaim, remélem, hogy észre fogom venni, és nem kívánok azért addig hegedülni, hogy a közönség kifütyüljön. Erről is elárul valamit, mert csak a szimfóniákról beszéltünk. A hegedű versenyről azt tudom elmondani, hogy az egyik legismertebb hegedű versenye, ez a G-dur hegedű versenye. Én nagyon szeretem mindegyiket. Múltkor az A-dur hegedű versenyt játszottam, amely abszolút nem ismert, Magyarországon nem is nagyon játsszák. Van egy másik ismert, a C-dur. Ez a G-dur hegedű verseny, ez egy rendkívül népszerű, mint a szokásos versenyművek, három tételes, gyors tétel, lassú tétel és megint gyors tételből áll. Tehát még egyszer rögzítjük az időpontot, 9-e vasárnap 19 óra Bartók terem, és ingyenes koncertre várják a közönséget. De mielőtt elbúcsúznánk, azért én kénytelen vagyok még azt megkérdezni, hogy a következő esztendő, jubileumi esztendő lesz az önök számára, készülnek-e valamivel? Igen, arra gondoltam, nem árulok el nagy titkot, hogy most már szeretnék én is olyan darabokat elővezetni, ami kórusos, mármint nem én vezénylek, természetesen, de hogy az mégiscsak még nagyobb rangot ad. És úgy gondoltam, hogy esetleg Händel Messiás című darabja az igazán feltenni a koronát egy ilyen ünnepségre. Tehát valószínű, hogy ezt fogjuk majd hallani a következő esztendőben, sok közreműködővel ezek így szerint. Így van, egy csodálatos kórussal, Magyarország legjobb kórusával szerintem, a Pörszül kórussal, és Vashelyi Györgyöt tudjuk, vagy próbáljuk megnyerni erre a koncertre.
Reméljük, hogy azt is beharangozhatjuk majd, aztán pedig úgy meg is hallgathatjuk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy mindezt elmondta nekünk. Kedves nézőink, mi még továbbra is maradunk a zenénél egy időre, hiszen a Szavária Szimfonikus Zenekar minden esztendőben megválasztja az év zenekari művészét. Az idei alkalommal a szavazás úgy alakult, hogy ketten is ugyanannyi szavazatot kaptak, így rendhagyó módon két év zenekari művészét választottak, ketten kaptak elismerést, ismerjük meg őket most a következőkben mi is. Bozsodi Lóránt hegedűművész, a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar koncertmestere, és Pálkövi Dániel, a zenekar kürtművésze kapta idén az évművésze kitüntetést, amelynek odaítéléséről az évad végén a zenekari művészek titkos szavazással döntöttek. A művészek mindketten ugyanannyi szavazatot kaptak, így két zenészt is díjazott a társulat. Ez volt a második alkalom, hogy megkaptam, és nagyon köszönöm azoknak a kollégáknak, akik rám szavaztak. Nem tudom, hogy miért tették, de valószínű, hogy így gondolták, hogy az utóbbi években teljesítményem alapján megérdemeltem ezt a díjat. Ugye egy társulatban nagyon sokan vagyunk, nagyon sok színűek vagyunk, mindenki más gondol, más képzel el, és mindig össze kell tartani, és a karmesternek az elképzeléseit meg kell valósítani, úgyhogy én azért ülök ott, hogy ezeket a feladatokat elvégezem. Illetve játszom a koncertmesteri szólókat is. Lóránt szerint gyakorolni tudatosan kell. A napjait is e szerint osztja be. Egy zenekari évad mindig nagy felelősséggel készül, sok próbával telik. Én úgy gondolom, hogy egy intenzív gyakorlás, ami eredményre vezet, az minimum 4-5 óra kell legyen naponta, hogy az ember formába tartsa magát. Általában van egy évad, például mint a mostani, a Beethoven évad, a 250 éve született Beethoven, és akkor általában az szokott túlnyomóan szerepelni a műsoraimban, éppen melyik zeneszerzőnek van évfordulója, ez meghatározza az évadot, és akkor mellé mindig szoktok tenni egy könnyedebb, vagy éppen fajsúlyosabb műveket, úgyhogy ez határozza meg a... Adja magát a Beethoven hegedű verseny is, ezt én annyira szeretem, ez most így eszembe jutott, hogy... Hát ez az egyik legnehezebb hegedű verseny, a Beethoven hegedű verseny. Aha. Az idén minden másképp alakult. A járvány azonban összehozott olyan zenészeket is, akik korábban nem játszottak együtt. Én úgy gondolom, hogy a kamarazene az nagyon fontos a zenész életében. Ott tanulja meg az egymásra figyelni, egymásra hallgatni, stílusok, karakterek, együttjáték. Úgyhogy a kamarazene az nagyon fontos. Nekem szerencsém van, mert három fivérem van, és így egy vonos négyest alkotunk, a Bozsodi vonos négyest, és nagyon sokszor játszunk, és már nagyon régóta. Körülbelül 30 évesek leszünk most már. Úgyhogy van már egy szép repertoárunk is, és emellett ugye karantén volt valami jó is, hogy elgondolkodott az ember, hogy hogyan tovább, mert nagyon sok fellépésemet lemondták, és arra gondoltunk, hogy miután visszajöttünk, hogy ketté kellett választanunk a vonosok nagyon nagy létszámát, úgyhogy így ki tudtunk tenni két kamarazenekart. Úgyhogy hát mi legyen a neve a kamarazenekarnak, mondtuk, hogy legyen akkor a Szavária kamarazenekar, hát változatosságképpen, és egy nagyon-nagyon lelkes csapat állt össze, ez teljesen véletlenül, tehát nem egy meghatározott személyeket kiválasztottunk, hanem adott volt a Pro Musica kamarazenekar, amit a Gyenge Tibor koncertmester úr vezet, és én úgymond a maradék emberekkel alkottunk, vagy alapítottunk egy kamarazenekart, és úgy láttam, hogy nagyon lelkesek, és nagyon szép koncertjeink voltak, úgyhogy egy nagy öröm volt velük dolgozni. A művész szívesen mutatta meg hegedűjét, nem minden nap láthat a közönség ilyen közelről egy hangszert. Ez a szabadtéri open air hegedűnek nevezem, amit szabadtére szoktam kivinni. Ugye nagyon érzékenyek a hegedűk, mert fából készülnek, és enyvel vannak ragasztva, nedvességre, páratartalomra reagálnak, úgyhogy az értékesebb hegedűm, amivel a koncertekben szoktam szerepelni, az általában ilyenkor otthon marad, és akkor a szabadtéren meg ezzel a szabadtéri hegedűvel szoktam
hegedű, ami nagyszerűen szól, de ő jobban bírja a szabadtéri levegőt, tehát nem annyira érzékeny. Én úgy gondolom, hogy egy hegedűnek alapvetően kiegyenlítettnek kell lennie, tehát mind a négy húr egyformán kiegyenlített kell legyen, szép hangzása kell legyen, a többi minden más az előadó múlik. Tehát a hang az mindig az előadótól függ, és nem a hangszertől, hanem az előadótól. Ez csak egy segítség, ugye ez a lelkünk meghosszabbítása a hegedű, amivel kifejezzük magunkat, de mi magunk produkáljuk a hangot. Ez 1989-ben készült egy kis masszív hegedű, ami nagyon jól szól és nagyon kiegyenlített. Úgyhogy azért szeretem ezt a hegedűt és tartottam meg magamnak. Pálkövi Dániel mára megszerette a kürtöt, pedig eredetileg nem ezt a hangszert választotta, édesanyja is közrejátszott abban, hogy fúvós lett. Anyukám miatt zongorázni kezdtem, és aztán pár év után úgy éreztem, hogy ebben nem biztos, hogy ki fogok tudni teljesedni, és hát mondhatnék egy ilyen nagy sztorit, hogy én nekem mennyire megtetszett a kürt, de igazából ez nem így történt, hanem anyukám a zenekarba hallotta, hogy mindig a kürtnek van a legszebb szólója, vagy hát ő neki a szívéhez nagyon közel állt, és ő kérdezte tőlem, hogy engem ez nem érdekel-e. Úgyhogy így elmentünk a Buza Gáspár tanár úrhoz, aki rögtön a szárnyai alá vett, és aztán innentől volt egyenes az út. De így igazából nem az én döntésem volt teljesen, hogy kürtölni fogok. De most már nagyon megszerettem. Én mindenképpen szerettem volna külföldön tanulni, és ezért nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy lehetővé tették az elején, hogy kimenjek, mert ezzel nagyon sokat tanultam a nyelvet, az alkalmazkodást, hogy hogyan tudok egy másik országban, hogyan állom meg a helyemet. Úgyhogy ezt a mai napig is nagyon tudom kamatoztatni, hogy ott kin voltam. És hát az nagyon fontos volt, hogy a Hector McDonald nevű bécsi szimfonikus zenekarnak a szólókürtőse, őhozzá kerülhettem az egyetemen. Az osztrák tanulóévek megerősítették abban, hogy jó úton jár. Idén lesz 6 éve, hogy a Szombathelyi Szimfonikus Zenekarban játszik. Nagyon elégedett lettem azzal, hogy itt ebben a zenekarban játszhatom. 2014 óta vagyok a zenekarban, akkor még egyetemista voltam, és akkor adódott a lehetőség a zenekar bővítése keretében, hogy volt itt egy próbajáték. És hát mivel ide kötődöm nagyon sok szállal, ezért úgy gondoltam, hogy kipróbálom magam. És ahogy teltek az évek, úgy egyre jobban megszerettem, úgyhogy most mondhatom, hogy igazán boldog vagyok itt ebben a zenekarban. Tulajdonképpen biztos, hogy nem vesz le semmit az értékéből, hogy mind a ketten megkaptuk, sőt, nagyon büszke vagyok rá, hogy a Lórival együtt, Lórántal együtt tudtunk diadalmaskodni ezen a szavazáson. A járvány idején Dániel is új utakat keresett. Játszott online és új együttesekben, formációkban is. Tulajdonképpen teljesen leállt minden. Nem voltak koncertek, viszont ezt nagyon jól ki lehetett használni, ezt az időszakot arra, hogy egy kicsit szakmailag fejlődjünk. Úgyhogy az első pár hét után elkezdtem egy kicsit összekapni magamat, és azokat a hiányosságokat, amik esetleg még szakmailag voltak, tudtam továbbfejleszteni. Mi is próbáltunk csapatokat létrehozni. Volt az az időszak, amikor a parkolókban játszottunk a Kürt Kvártettel, a kollégáimmal. És hát ezeket a videókat csináltuk, amit biztos, hogy sokan láttak az interneten, ahol próbáltunk néha egy kicsit viccesebben, vagy akár komolyabb videókat is csinálni, hogy mégis jelen maradjunk a közönség számára. Közelről megnézhettük a kürtöt is. A művész elmondta, ha régi zenét játszik natúrkürtől, annak ugyanis egészen más a hangja. Az, hogy igazán mi az autentikus, azt nem biztos, hogy most 100%-kal ki lehet jelenteni, viszont a kürt az egy nagyon szerencsés hangszer abból a szempontból, hogy a natúrkürt, amin én sokat játszom, az egy teljesen más felépítésű hangszer, és mint amivel a zenekarban játszunk. Úgyhogy tulajdonképpen az 1800-as évek elejéig minden mű natúrkürtre íródott, és ezt a tudást felhasználva, mivel ez egy másik játékmód, ezt fel tudom használni a szimfonikus zenekarban is, hiszen máshogy viselkedik a hangszer, és nincsenek azok a lehetőségek, amik itt a billentyűk által megvalósulnak. Az évzenekari művészedíjat a szimfonikusok szeptemberben adják majd át a két zenésznek. Bozsodi Lóránt és Pálkövi Dániel addig is gyakorol, készül, hiszen az új évad nem sokára kezdődik.
Kedves nézőink, a műsorunk végén pedig jöjjenek el velünk a Csónakázótó szigetére, amely az idén első alkalommal mozi-szigetté alakult a hétvégén. A hőség sem tartotta vissza a rajzfilmek rajongóit attól, hogy részt vegyenek a mozi-szigeten. A kisgyermekes családok pokrócot is hoztak magukkal, hogy a füves részen nézhessék meg a kis kedvencek titkos életét. Családommal jöttünk, ugye át három picivel, ugye nagyon szeretik ugye a meséket, és ugye hát meg most ugye a jó levegő is, ugye hát mert most ugye a moziban nagyon nehéz lenne velük ugye azért beülni, most ugye sajnos a járványhelyzet miatt. Én már láttam ezt a filmet, de anyukámmal jöttem, és közben összefutottam azzal a barátnőmmel, akivel a táborba találkoztam. És milyen tetszett a film? Igen, nagyon. És van hozzá plüssöm, kettőt hoztam. Mutasd meg nekünk, ha kérhetem. Már ide is dobták, úgy látom. Igen, ők kik? Ő itt, nem jut eszembe a neve, de őnek tudom, az a neve, hogy Gigi. Nem is voltunk még ilyen szabadtéri mozin, úgyhogy nagyon érdekel minket. És nagyon sajnálom, hogy az első elmaradt. Facebookon figyeltük az eseményeket, hogy mikor lesz újra. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy végre szép az idő. Süt a nap, gyerekek még tudnak szaladgálni a kezdés előtt. A veszélyhelyzet alatt elmaradtak a közösségi programok a városban. Sokan várták már, hogy újrainduljon a kulturális élet. Mivel egy kicsit lehetett lazítani így a karantén után, ezért az embereknek szerettünk volna szabadtéren csinálni egy kis szórakoztató programot. Itt találtuk ki ezt a családi mozit, amire óriási az érdeklődés, eleve óriási volt. Itt nem volt előzetes regisztráció, viszont karszalagos megoldást használunk, és a helyszín sem véletlen, ugyanis itt a Csónakázóton belül tudjuk tartani ugye az 500 fős limitet. A Csini Baba című zenés magyar vígjáték előtt a Művészeti Szakgimnázium tanulóinak rövid filmjeit vetítették. Ezek az úgynevezett karanténfilmek a kijárási korlátozás hónapjaiban készültek. A város nyilvánossága elé tárjuk, hogy hát itt egy remek filmes képzés folyik, és hogy nagyon tehetséges tizenéves diákok készülnek erre a szakmára. És hát nyilván jött a nyomás, hogy akkor azokat a filmeket mutassuk meg, ami mindannyian átmentünk itt a tavasszal ennek az időszaknak a lenyomatát. Senkit ne riasszon el, ez egy műfaji megnevezés, ezúttal egy ilyen kitalált műfaji elnevezés, tehát a karantén időszakban készített filmekből egy szerényebb válogatást raktunk össze. Természetesen azzal együtt, hogy a legtöbb filmnek azért valamilyen értelemben a karantén önmagában is témája volt. Éppen az az érdekes szerintem, hogy hányféleképpen lehetséges még akár egy szakmai csoportba járó, egykorú, egy osztályban tanuló diákoknak is megfogalmazni ugyanazt az élményt, tehát ne legyen senkinek meglepetés, hogy nyilvánvalóan a bezártság, a kint és a bent ellentéte, a kifele vágyódás, a mozgásra, a szabadba való vágyakozás motivumai így úgy vizuálisan ezek előjönnek, de ezzel együtt is nagyon-nagyon érdekes variációsor született, és például abban is van nyilván különbség, hogy fiúk vagy lányok filmjeit látjuk el. Van, ahol a barátok, a közösséghez való tartozás motivumai jöttek elő, és hát nagyon, mondom, nagyon-nagyon tarka. Egyiknél, másiknál szerintem figyelmeztetésként ezt nem árt, hogy mondjam, így feleleveníteni, vagy emlékezetünkbe idézni, hogy ezért ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, és még itt van köztünk a veszély, és ez a fajta, tehát a kilátástalanság, vagy a bizonytalanság, inkább így fogalmaznám, érzései azok jó néhány filmben azért vagy egészében a kisfilmeket áthatják, vagy itt ott motivumként megjelennek. Napokban zárul le az Országos Diákfilmfesztivál nevezése, úgyhogy a többi tanévben született diákmunkánkkal együtt ezek szerintem a 27. Országos Diákfilmszemlén versenyben lesznek, illetve nyári kertmozikban darabonként vagy kisebb összeállításokban lehet velük találkozni, illetve elérhetőek a Művészeti Szakgimnázium mozgóképes animációkészítő szakjának a YouTube csatornáin. A következő szabadtéri program a Nyitott Városháza sorozatban a teraszkoncert mellett az Utca Művészeti Fesztivál lesz. A tervek szerint augusztus 15-én népesítik be a várost a helyi kép
szőművészek és zenészek. Addig is ne feledjék, hogy holnap az Ízeum előtt téglát díszíthetnek, vasárnap pedig a Kapella Szavária várja önöket a Bartók teremben este. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Do-d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 o